Lakásvásárláskor számtalan szempontot kell figyelembe venni, miután meghatároztuk, hogy hol szeretnénk lakni, mi fér a büdzsénkbe, és milyen kényelmi ötletekhez ragaszkodunk, nem árt a jogi kérdéseket is tisztázni, hogy elkerüljük a hosszú és adott esetben költséges procedúrákat. Mik a leggyakoribb buktatók, és mire kell figyelnünk, ha új építésű lakást szeretnénk vásárolni? Aki a kérdésekre válaszol, dr. Németh Árpád ügyvéd. Jó estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm. Hát gondolom azért hosszú a lista, tényleg, ahogy mondtam, tényleg elég sok szempontot figyelembe kell venni. Mire kell odafigyelni elsősorban, hogyha épülőfélben lévő vagy új építésű társasházi lakást vásárolunk? Igen, ugye az elmúlt évek kormányzati intézkedései azok jelentős mértékben fellendítették az építőipart és az ingatlan piacot. A különböző kedvezmények, támogatások, fizetési mentességek igénybevétele érdekében számos új lakás építése látható, akár itt a városban is, és elsősorban a társasházi lakások azok, amelyek iránt, az új építési társasházi lakások, amelyek iránt igen megnőtt a kereslet. Van néhány olyan praktika, azt gondolom, amire mindenképpen oda kell figyelni, meg amit alkalmazni kell egy ingatlan, egy új építési társasházi lakás megvásárlását megelőzően. Ilyen lehet például az, hogy ha már kinézünk egy beruházást, amely tetszik nekünk, akkor nyugodtan nézzünk utána az építtetőnek, beruházónak, kivitelezőnek. Ez rendelkezésre állnak ingyenesen hozzáférhető internetes oldalak, ahol meg tudjuk nézni a cég aktuális adatát, látni lehet, hogy éppen mondjuk végrehajtási eljárás vagy felszámolási eljárás van-e folyamatban a céggel szemben, amely nyilván azért óvatosságra inti az embert, hogy ilyet tapasztal a cégadatokban. Van erre, bocsánat, példa? Persze, természetesen van. Nyilván, hogyha egy felszámolás van egy céggel szemben, azzal már nem érdemes foglalkozni, hiszen az már egy olyan állapotot jelent, amikor a cég komoly pénzügyi nehézséggel küzd. A végrehajtási eljárás, ha van bejegyez a céggel szemben, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenképpen el kell állnunk a vételi szándéktól. Célszerű ezt tisztázni az eladóval, célszerű rákérdezni, ennek mi az oka, és ha megnyugtató választ ad, akkor azt gondolom, hogy ugyanúgy lehet folytatni a szerződéskötési folyamatot. De emellett ugyanúgy például megtekinthetőek a cég beszámolói, az éves beszámolói, amelyekből pedig a cég pénzügyi helyzetéről kaphatunk aktuális tájékoztatást, hiszen minden cégnek kötelező közzétenni az éves beszámolóját. Nyilván egy olyan cég, amely nem teszi közzé, az ugyanúgy az a céggel szemben azért óvatossággal kell lennünk. Ugyanilyen praktika lehet azonban még, hogy megnézzük magát az építkezést többször is akár. Ha látjuk, hogy ott mozgás van, munkásokat látunk, akkor az nyilván azt támasztja alá, ez halad az építkezés, ha viszont többszöri megtekintés után is egyetlen munkás sem látunk, akkor az nyilván megint aggodalomra adhat okot. Szintén megtekinthető az ingatlannak, a beruházással érintett ingatlannak a tulajdoni lapja, előzetesen bárki által megtekinthető, korlátozott számban ingyenesen letölthetőek az ingatlanok tulajdoni lapjai. Ebből például tájékozódni lehet arról, hogy maga az építési terület az már az eladó vagy kivitelező tulajdonában van-e, vagy az csak a későbbiekben kerül a tulajdonába. Utóbbi helyzet azonban elkerülendő, mert a számos jogi problémához vezethet. És ha ezután is úgy ítéljük meg, hogy tetszik a beruházás, akkor nyilván a legnagyobb hangsúlyt a szerződéskötés folyamatára és a megfelelő szerződési tartalom kidolgozására kell fektetni. Itt mindenképpen utalni kell arra, hogy az építetők részéről, illetve a kivitelezők részéről bevett gyakorlat, hogy a saját ügyvédjük szerkeszti az okiratot, és ez áttöri azt a gyakorlatot, ami a bevett gyakorlat, hogy a vevő bízza meg az ügyvédet. Ezért lehet itt is ragaszkodni ehhez a bevett gyakorlathoz. Azonban a tapasztalatom szerint ezt az építetők, az eladók ezt el szokták utasítani arra hivatkozással, hogy nyilván van egy kidolgozott szerződés mintájuk, egy kidolgozott szerződési tartalmuk, illetve az ő általuk megbízott jogi képviselő az, aki a folyamatot, az építési folyamatot részletekbe menően ismeri. De ebben az esetben is mindenképpen ragaszkodni kell ahhoz, hogy egy saját ügyvédet bízzunk meg, vonjunk be a szerződéskötés folyamatába, aki az eladótól függetlenül átnézi a szerződést jogi szempontból, és megteszi a szükséges észrevételeket. Olyan eladó valaki ebben nem partner, én azt gondolom, hogy nem szükséges foglalkozni, hiszen a jövőre nézve a projekt folyamán ez nem jelent egy jó magatartást, és nem vetít jó együttműködési kapcsolatot a jövőre nézve. Nyilván a saját ügyvéd pedig kiszemezheti a szerződésekből azokat a pontokat, amelyek adott esetben egyoldalúak az eladói oldalra nézve.
Sajnos tapasztalatunk van arra vonatkozóan is, hogy vannak olyan építetők, akik formálisan együttműködnek ugyanabban, hogy a saját jogi képviselő a vevő részéről bevonásra kerüljön, de amikor a konkrét szerződési tartalom kerül kidolgozásra, ott már nagyon ragaszkodnak azokhoz a szerződési pontokhoz, amik kifejezetten őket védik. Tehát mindenképpen figyeljünk oda, hogy a szerződésben milyen rendelkezések szerepelnek, akár az úgynevezett kisbetűs részeket, és hiszen találkoztam olyan szerződéssel is, ahol a kisbetűs részekben volt elrejtve, hogy például a vevő köteles megfizetni a közüzemi bekötések díját, vagy a lakáshoz köteles volt vásárolni például tárolót, gépkocsi beállót, abban az esetben is, hogyha ő nem rendelkezett mondjuk gépkocsival. Végezetül pedig, amire mindenképpen felkívánom hívni a figyelmet, és nagyon fontosnak tartom, a szerződés mellékletét képező, vagy a szerződéshez csatolt műszaki leírás pontos meghatározása, hogy az ne legyen elnagyolt, hiszen a műszaki leírásban vállalja a kivitelező a műszaki tartalom megvalósítására a kötelezettséget, és hogyha az nem kellőképpen pontosan vagy részletesen van meghatározva, az a későbbiekben igen komoly vitákra adhat okot a felek között, például, hogy a kivitelező milyen árfekvésű burkolat, tapéta vagy nyílászáró beépítésére vállalt kötelezettséget, és mondjuk ez a vevő igényeknek nem megfelelő. Mi a helyzet például ilyenkor, amikor teljesen más van a műszaki leírásban, vagy más szerepel, és aztán mondjuk nem olyan minőségű csempével találkozunk adott esetben, vagy beépített bútorral? Elsősorban ezért fontos, hogy ezt pontosan meghatározzuk a műszaki leírásban, és figyeljünk oda erre, mert ha nem, ez akkor nyilván a kivitelező hivatkozhat arra, hogy hát a szerződésben vagy a műszaki leírásban ez még pontosan nem került meghatározásra. Nyilván egy elvárt minőséget azért mindenképpen hoznia kell a kivitelezőnek, de ebben a tekintetben sajnos ilyenkor kompromisszumot kell kötni a kivitelezővel, vagy adott esetben, ami gyakran elő szokott fordulni, hogy a kivitelező egy minimális minőségű és árfekvésű műszaki tartalom megvalósítására vállal a kötelezettséget, a vevők inkább ráfizetnek, tehát vállalják azt, hogy 2-3 ezer forintot mondjuk négyzetméterenként a burkolatra ráfizetnek, és akkor olyan minőségű lesz, amit ők szeretnének. De alapesetben az nincsen kellőképpen meghatározva, akkor sajnos ebből vita lehet. Kardinális kérdés ugye a határidő. Hát nagyon fontos, hogy ne csúszson hónapokat a projekt, adott esetben sok családban addig albérleti díjat fizetnek. Erre mondjuk milyen ráhatásunk van, vagy mi a helyzet olyankor, hogyha mondjuk akár fél évet, évet is megcsúszik a projekt? Ugye a kivitelezők igyekeznek minimalizálni a jelenlegi piaci viszonyok között fennálló kockázatukat, és ezt igyekeznek a vevőkre telepíteni. Ez elsősorban a vállalási határidőben nyilvánulhat meg. Minél nagyobb összeget fizetünk ki a lakás tényleges elkészülte előtt, sajnos annál nagyobb kockázatot vállalunk az ingatlan vásárlással. Megvannak azonban azok a jogi eszközök, amivel nem mondom, hogy 100%-osan, de nagy mértékben csökkenthető annak a kockázata, hogy a kivitelező csúszásba kerüljön az átadást illetően. Az egyik legfontosabb eszköz ehhez, hogy megpróbáljunk minél később a vételárnak minél nagyobb részét a kivitelezés minél későbbi szakaszában kifizetni. Nyilván a kivitelező érdekkel ez ellentétes, ugye ehhez nem nagyon szoktak hozzájárulni. Ebben az esetben azt tudom tanácsolni, hogy olyan szerződést kössünk, ahol az egyes vételár részletek kifizetése az meghatározott készültségi fokokhoz igazodik, és ezt a készültségi fokot legalább egy műszaki ellenőr igazolja le. Ez azt jelenti, hogy ameddig a kivitelező az adott készültség és a szerződésben pontosan meghatározott készültségi fokot nem éri el, addig a vevő nem köteles fizetni. Ezzel elkerülhetjük azt, hogy idő előtt több vételárat fizessünk ki, mint amilyen szinten vagy amilyen készültségi fokban maga az építkezés áll. A következő nagyon fontos jogi eszköz a kötbér, ezt gondolom már sokan hallottuk, ez azt jelenti, hogy az eladó meghatározott, vagy a kivitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére vállal kötelezettséget abban az esetben, hogyha az ő érdekkörében felmerülő okból csúszik a kivitelezés. Ezzel kapcsolatban viszont a gyakorlati tapasztalatom az, hogy habár a kivitelezők vállalják a szerződésben ezt a kötbérfizetési kötelezettséget, azt igyekeznek úgy megfogalmazni, vagy olyan formában a szerződésben rögzíteni, hogy abból
nekik ne nagyon származzon káruk. Ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy egy túlzottan alacsony mértékű kötbérfizetésre vállal kötelezettséget, tehát például egy napi 1-2-5 ezer forint, valljuk meg őszintén egy több 10 millió forintos ingatlan vásárláshoz viszonyítottan nem feltétlenül szolgálja a vevő érdekeket. De olyan is találkoztam, hogy a kötbérfizetési kötelezettsége a kivitelezőnek csak meghatározott időtartamig 1-2-3-4 hónapig áll fenn. Ez azt jelenti, hogy ha ez az időtartam eltelt, akkor utána már tulajdonképpen kötbérfizetési és a kivitelezően nézve hátrányos következmény nélkül csúsztathatja az építkezést, de találkoztam olyan szerződéssel is, ahol például egyáltalán nem volt jogkövetkezmény arra az esetre, hogyha a kivitelező csúszott volna. Nyilván ezeket a szerződési rendelkezéseket mindenképpen mellőzni kell a szerződésből, és olyan kötbért kell meghatározni, amely megfelelő mértékben arra sarkalja a kivitelezőt, hogy ne álljon érdekében a szerződés és az átadás csúsztatása. Bocsánat, nagyon-nagyon kevés időnk van, viszont sajnos nagyon aktuális téma a befűrött építkezések. Egekben az építőanyagárak, és hát lehetett olyanról hallani, hogy leállt az építkezés. Ha már befizettünk több millió forint foglalót, olyankor mi a helyzet? Ha betartjuk azokat a szabályokat, amiket az előbb beszéltünk, azzal nyilván minimalizálható és csökkenthető a kockázat, sokkal drágább akkor megoldást keresni, amikor már a probléma fennáll. Foglaló esetén, ugye a foglaló akkor kerülhet alkalmazásra, hogyha elállunk a szerződéstől. Itt elsősorban el kell döntenie a vevőnek azt, hogy mit szeretne. Ragaszkodik az ingatlanhoz, mert abban az esetben foglaló érvényesítésére nem kerülhet sor, hiszen akkor a kivitelezőnek a további teljesítését várja. Ha viszont úgy dönt, hogy szeretne elállni a szerződéstől, mert neki már nem fűződik érdeke ennek a kivitelezésnek a befejezéséhez és az ingatlan átadásához, akkor ugye elállhat a szerződéstől a kivitelező csúszására hivatkozással, és érvényesítheti a foglalót. Ebben az esetben ugye az addig befizetett vételárrészek visszajárnak, a foglaló is visszajár a részére, illetve hát, hogyha addig felmerült kötbér, akkor kötbér, illetve még korlátozott mértékben, de kártérítés érvényesítésére is sor kerülhet. Akkor igazából mindennek a kulcsa egy megfelelő jogi szerződés. Az a legfontosabb, és ehhez azt tudom tanácsolni. Hangsúlyozandó, hogy az ügyvédek döntő többsége abszolút tisztességesen és mindkét fél érdekét figyelembe véve jár el, de ebben az esetben is én azt tudom tanácsolni, hogy vonjunk be saját ügyvédet, hiszen akár egy életünk munkáját kockáztatjuk. Dr. Németh Árpád, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is. Kedves nézőink, eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra.